Nincs sok időm, mert elég kevés a hely a telefonomon. Amíg nem felejtettem besukni a szablakon. És hát pár dolog van, amiről beszélnék. Az egyik, felhívnám mindenkinek most egy akcióra a figyelmét, amit az EA ma indított el. A Play for Free játékok, tehát a play4es free.com, de beírod a Google-ba, hogy Play for Free, angolul természetesen, akkor azokra van most ilyen akció, hogyha felléptek a honlapra, akkor kaptok ilyen kis kódokat, amit be kell regisztrálni, és akkor kaptok extra dolgokat, például a Need for Speed World-be, Battlefield Heroes-ba, meg a Battlefield Play for Free-be, meg ezekbe. És ma is, vagyis tegnap egy olyan hát játékról csináltam videót, ami ugyanilyen Play for Free játék, de azt majd holnap rakom ki, ugyanis ma vlogot raktam ki, tehát nem fogok egy nap két videót kirakni. Elkezdtem ezt a napi bölcsesség rovatot, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Szerintem egy nap ilyen 5 másodperces mindenféleképpen beleférhet mindenkinek, nekem is, nektek is. Hát nem tudok igazából róla nagyon mit mondani. Majd meglátjuk, hogy meddig bírjam, ugyanis ez szerintem olyan dolog, ami azért egy idő után kifulladhat, tehát hogy nem lesz érdekes. Akkor, amit témának akartam most felhozni, és erre kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mi a véleményetek az erőszakos videójátékokról, filmekről, meg úgy egészen, mint művészeti ábrázolás. Tehát, hogy a játékokban is, meg a filmekben is nagyon sokszor előfordul az erőszak. És erről mi a véleményetek? Mert én nekem az, hogyha bármi, ami nem igazi, tehát megrendezett, az nem lehet olyan erőszakos, hogy például be kelljen tiltani. Szerintem nincs olyan, ami nem lehet olyan felvételeket, vagy olyan, hát nem is tudom, olyan utánzatot csinálni, ami igazából fel kéne, hogy háborítsa az embereket, ugyanis hát belegondoltok, ennél sokkal, de a legdurvább filmnél sokkal, de sokkal, de sokkal brutálisabb és szörnyűbb dolgok vannak a világban, és voltak is, mindig is, mint amit ábrázolni tudnak. Tehát az a kegyetlenség, én például most láttam egy olyan videót, ami irtózatosan kegyetlen, és még vér sem folyik benne. És nem bírtam végignézni. És ez valóság volt, és az a legnagyobb baj, hogy ez valóság volt. Nem megrendezett, vagy valami ilyen, ez valóság. És nem bírtam végignézni. Borzalmasan fájú volt látni, amit történik a képernyőn. És volt még ilyen, talán egy olyan felvétel sorozat volt még, amit nem bírtam végignézni, az ilyen csatatér utáni lehetett, ahol elég ilyen bélfürdő volt mindenütt, talán azt se tudtam végignézni, de bármi, ami megrendezett filmekben, játékokban, nem lehet semmi sem olyan véres, hogy azért bárkinek is fel kéne szólni, mert az a butaságra van. Tehát akkor az azt jelenti, hogy az ember homokba tukja a fejét, mert hülye. És egyszerűen csak el akar fordulni attól, ami a valóságban létezik, és sokkal durvábban, de ő felsőbbrendűnek érzi magát. Hogy ő neki ilyen, hát nem kell foglalkozni. Pedig igen kéne. Tehát, hogyha már a filmet sem tudod megnézni, játékot sem tudod játszani, sőt, feljelented például a filmnek a készítőjét, vagy a játéknak a készítőjét, hát akkor úgy szégyeld el magad, hogy ahogy vagy. Ennél borzalmasabb dolgot, mint a valóság. És az ellen meg nem teszel semmit. Tehát így egyszerűen hihetetlen. Például ezek a szülők szoktak felháborodni, hogyha a gyerek 18 éven felüli játékokkal játszik, vagy 18 éven felüli filmeket néz, esetleg 18 éven felüli honlapokra megy föl. Hát emberek, azért vagy te a szüleje. Te vagy azért ott, hogy te neveld meg, és te mondd meg neki, hogy mivel játszol, mit nézhet, és milyen honlapra mehet föl. Mindennél ott van a szülői felügyelet. Tehát van az filmeknél, ott van a karika. A játékoknál ott van a korhatár besorolás, ugyanúgy. A honlapoknál meg
egy kattintással le lehet tiltani a honlapot szülői felügyeletmódban, hogy soha a büdös életben ne tudjon a gyerek oda menni. Ez a szülőnek a felelőssége, nem a játék készítői, a film készítői, a honlap készítői. Te nem foglalkozol a gyerekkel. Tehát itt is az emberi butaság az, ami eléggé mérvadó. Nem azt mondom. Tehát vannak olyan tartalmak, amik így nem valók még gyereknek. Mert nem az, hogy káros lesz a fejlődésére, ez pszichopata lesz. Nem. Hanem azért, mert hogyha ilyenekkel játszik, akkor lehet, hogy rémálmai lesznek este. Vagy félni fog a sötétben. Kb. Ilyen szintű bajok, és az viszont lehet, hogy valamilyen szinten rossz lesz neki, főleg, hogyha a szülővel nem beszélheti meg, mert hogy rossz gyerek volt, mert megnézte, és inkább nem meri elmondani a szülőnek, nehogy kikapjon. És akkor a gyerek nem tud lelkileg meggyógyulni, mert nincs senkinek elmondania, vagy kivel megbeszélnie. És mindig a szülő a hibás, tehát hogyha bármi, valaki például erőszakos lesz, vagy sem játék miatt lesz, hanem a szülő miatt. Tehát mindig a szülőtől függ a... Szokták mondani azt, amikor valami van, hogy tanulás már nem jut eszembe. Tehát mindig bekategorizálják az embereket, főleg ilyen reklámcégek, meg médiák. Média? Tehát a média, tehát a médiumok, azért mondom ezt, mert hogy olyan nincs, hogy médiák, mert az a többes számnak a többes száma, tök mindegy. Tehát a különböző médiumok, meg a reklámozó cégek mindig bekategorizálják az embereket, hogy tanult ember, 20 év fölött van, 30 év között, 50 év alatt. Tehát például, hogy úgy van, hogy 15 vagy ha jól tudom, 15 éves kor alatt már nem is számít senki sem embernek, és 50 éves kor fölött sem. Tehát így annyira lényegtelen, hogy kik nézik. Viszont azért, mert a e közötti réteg az viszont vásárló réteg. És itt is beszokták kategorizálni, hogy tanulás szerint, hogy mennyire értelmes. És hogy sokan úgy vannak vele, hogy ha valaki sokat tanult, akkor értelmes is lesz. Szerintem hülyeség, tehát így... Vannak olyan hülye tanult emberek, hogy egyszerűen rosszul leszel tőle, ha beszélgetsz. Annyira hülye, annyira sötét. Az, hogy bemagolt valamit, vagy lefizetett valakit, hogy tovább jusson, attól valaki nem lesz okos, hogy valami nagy dolgot tanult meg. Tehát így olyan emberek szoktak beszélgetni például erről is, amit most beszélek én is erről az erőszakos dolgokról, hogy ők a nagy okosok, és hogy ezt hogy engedhetik meg maguknak a készítők. Művészek azt alkotnak, amit akarnak. Na a lényeg az, hogy erre visszavezethetőleg is az emberi értelmi képességet én egyértelműen arra vezetem vissza, hogy a szülő mit ad át. Tehát, hogyha a szülő azt adja át, hogy nem kell foglalkozni az emberekkel, lop, csaj, legyen rasszista, meg ilyenek, akkor a gyerek is az lesz. És ez a gyerek, nem a gyerek lehet róla, hanem a szülő. Egy idő után viszont ez természetesen egy örök körforgás lesz, hogyha nem jön be egy új szülő a családba, aki viszont megtanítja a következő gyereket, akkor sajnos így marad. Tehát sosem az, hogy honnan jött a gyerek, mert jöhet szegény környezetből, lehet gazdag környezetből, lehet tanult, lehet sosem tanult, akkor is a szülő felelőssége, hogy mit fog tudni, hogy mennyire lesz okos. Na és ezek a buta emberek azok, akik nagyon beszólogatnak ezek ellen a művészetek ellen. Én egyértelműen a művészet mellett vagyok, tehát annak nem lehetnek határai, márpedig az erőszakos dolgok beletartoznak. Na jó, hát akkor kíváncsi vagyok, mondom a véleményetekre, majd kommentáljatok. Sziasztok!